Jó napot kívánok, sziasztok, szervusztok, ugyancsak világossággal remélhetően, vagy legalábbis világosságra törekvéssel, és szeretettel, ami már könnyebb dolog, ugye? És ezeknek az egységével, a jósággal, ha lehet, és boldogsággal, szeretettel, még egyszer világossággal, és így tovább is. Ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezt komolyan gondolom, és vegyétek ti is komolyan, ne csak egy ilyen, hogy mondják ezt. Bocsánat, hapci, ne csak egy ilyen hapcinak, tehát, hanem, hogy tényleg így készülök én minden felvételt készíteni, és nagyjából így élem az életemet is, és nektek is ezt ajánlom, és tehát, hogy ezt a hangulatot meg szeretném mindig teremteni, mert tudom, én magamról, aki én is éltem másképp is, és más korokban is, hogy ezt az elején meg kell teremteni. Tehát az emberben nincs ott. Ott van nagyon pici, finom, pici, icurka formában, vagy nem is formában, hanem intenzitásban, vagy alakban, vagy mint a mag, de a magnál is finomabb, mint a szellemi, spirituális, vagy az isteni mag. Ott van bennünk, csak ezt meg kell tanulni, hozzá kell edzeni magunkat, ki bányászni, és magunkhoz venni, és magunkat egységesíteni ezzel, illetve az eredeti állapotunkba visszavinni, ugye, és akkor így élni. És nézzük meg, hogy ez tényleg lehetséges-e. Tehát ma végre az egyetemes törvényeknek az összegeződését is jelentő 10. törvényről, a megváltás törvényéről akarok beszélni. És itt viszont nem tudjuk ezt megérteni másképp, mint az, hogyha ugyancsak az egészen a kezdetek kezdetéről is megint végre remélhetően most már tisztába teszem az egészet, vagy egyben sikerül, hát ha sikerül egyben elmondani az egészet. Tehát, hogy honnan jöttünk és hova megyünk, mert ez fontos, ha ezt nem tudjuk, akkor csak tévejgünk, csak ötleteink vannak, ötletelünk, és zseniálisak vagyunk, és absztrakt hülyék vagyunk, és szeretetlen gonoszak vagyunk, és mindenféle, mert mindent akarunk, és nem látjuk, hogy nem lehet, hogy mennyit bántjuk magunkat, bántunk másokat, és ártunk magunknak, és ártunk másoknak, hogyha így vaktában, úgymond tudományosan, a tudomány által a rendelkezésünkre bocsájtott információkkal covidokat gyártunk meg, egyebeket, ahelyett, hogy mennénk vissza egy kicsit a materialista tudományok előtti korokba, és még az előtti korokban, és akkor nézzük meg, hogy Jézus valahonnan csak vette azt, amiket tanított, és hogy csak neki van igaza, és csak úgy lehet boldog lenni, hogy ő mondja, semmiképpen nem a tudomány és a technika eszközeinek a segítségével. Minap látott a feleségem egy karikatúrát valahol, hogy még mindig valóban szállítják a segélyszállítmányukat, vagy lehet, hogy ez már régebbi, Amerikából, Kanadából, nem tudom honnan, oda valóban Afrikában, és viszik nekik a kütyüket és a számítógépeket, és a laptopokat, stb. Hogy ezzel nem tudom, mitől, miért gondolják, hogy meg lesznek ők segítve, és azt mondja, odaírja, hogy na most ezek itt vannak, és két év múlva hozzuk nektek az ezekhez szükséges a depresszánsokat is, vagyis a pszichiátriai gyógyszereket. Na, így vagyunk ezzel a tudománnyal is, és hogyha nem tudjuk a spirituális alapokat, illetve az élet, és az egyetemes létezés forrását, illetve róla nem tudunk, mert az bennünk is ott van, és nem tudunk hozzányúlni, illetve mocskos kézzel nyúlunk hozzá, úgymond tisztátalan szennyes kézzel, kabzsisággal, akkor csak rosszat csinálunk vele. És ha nem tudjuk, hogy mi a cél, hova kellene eljutni ezzel az élettel, amiben benne vagyunk, ami tulajdonképpen mindjárt meglátjuk, hogy ennek az abszolút ősboldogságnak, ahonnan eredünk, annak a kényszeréből létrejött élet és egyetemes létezés tulajdonképpen az anyagi létezés is,
az egész nagy anyagi univerzummal együtt is, ugye, amiről annyi nevetséges elmélet létrejött már, hogy tehát együtt ezzel, és ebben miért kell mi bekerüljünk, mint szellemi lények, ugye azt mindenki tudja, hogy ez a húsvér állapot, amit ennek a szellemi aurának a végén van valahol, a külső végén, nem az aurában van benne az ember, és nem és az aura semmiképpen nincs az emberben, vagy az isteni mag, hanem ez csak ott valahol a végén van, egy kicsi paprikajancsik vagyunk, de komolyan a nagy intelligenciánkkal, a nagy tudományunkkal együtt, ott a végének picurka, kicsi incipeke, kis idióták vagyunk, ahhoz képest, hogy az aurák, amiben benne van az isteni információ is, ami mozgat és ami idehoz minket, és amihez kellene valamiféle változtatási jó akaratot és gondolatokat és hogy mondjam, változtatási szellemet is, és nem akármilyen, tehát integrális koncepciókat beküldeni vissza az aurába, ugye, hogy a rendeltetésünk, amiről mindjárt meglátjuk, hogy mi az, tehát hogy azt beteljesítsük. Tehát ehhez képest az a tudomány, amit ezeket az incike, fincike, kicsi picurka, paprika jancsikak, mik vagyunk, hogy milyen nagy tudományt hoztunk létre, és mekkora fejlődés van, és nem tudom, látjuk mekkora fejlődés van, micsoda nagy hadipart és micsoda gyilkoló gépezeteket nem tudnak létrehozni, és drónokkal más, mit tudom én, milyen, és egyik a másikat kivoltja, és lelő is, semlegesít is. Ó, milyen nagy dolog ez, és milyen nagy tudomány ez. Ugye, illetve mi van a bázisánál ennek, és ahhoz csak ennyi eszünk van, hogy ennyit érjünk vele. Na de miért is van ez, honnan van? Tehát a... Persze tudom én, hogy jó, hogy más is van, hogy van nyaralás, és van természetszeretet, és kirándulás, és egymás iránti szeretet, és vonzalom, és megbecsülés, és főleg a szülőknek a gyermekek iránti szeretete, amennyire, ugye mennyire nem idegenítik el tőle, mert erről is lesz aztán mondani való, főként a második videóban, amit majd Magyar Péter sikeréről fogok készíteni. Tehát... Honnan is van mindez? Ezeknek a forrásáról, a mi ősforrásunkról semmi más nem tudunk, mint hogy tökéletes. Az abszolút lét. Ezt Istennek is mondjuk, de mindjárt meg fogjuk látni, hogy ez téves. Mert ez Isten előtti létállapot tulajdonképpen egy olyan magasrendű információkkal rendelkező, felfoghatatlan és megfoghatatlan finom lét, hogy úgy mondjam, létállapot, amiből maga az Isten is gyökerezik. Úgy lehet elgondolni, hogy ez olyasmi, mint ha a Földet tekintenénk abszolút létnek, és ami a Földből kijön, az élet, maga az Isten. Értjük? Na de ez egy kicsit összetettebb. Szóval ez a felfoghatatlan és érthetetlen lét, egyetemes lét, létforrás, ami még nem nyilvánult meg, ami nincs megnyilvánulva, ez az abszolút lét, amiről a Véda is tud, és Jézus is beszél róla valahol. Ez tehát egy dolgot tudunk róla, és pedig azt, hogy ő tökéletes. Több semmit. Tökéletes, hogy ez az egyedüli létforma, amely tökéletes, és utána, ami keletkezik, már neki valamiféle más, jobb vagy rosszabb, de másított formája, amiben azért már mindig benne van egy-egy kis ellentét minimum. Tehát már az Istenbe is. Ott van a yin és a yang, ugye, a feminin és a maszkulin principiumok
differenciáltsága, és tehát nem lehet mondani, hogy az Isten az férfi vagy nő, bár Jézus óta, a zsidók óta, és még a görögök óta is talán, egy ilyen férfi képzetünk van nekünk a főistenről, Zeusról, vagy a Jehováról, vagy mit tudom én, de nem. Ezt a keletiek sokkal jobban megoldották, tehát legalábbis én a hindu misztikába nem megyek bele, én csak annyit olvastam róla, amennyit Hamvas lefordított, és amennyit ő szükségesnek talált, tehát de nézzük meg, milyen szépen megvan oldva a taoizmusban, hogy ugye feminin principium is van, maszkulin principium, yin és yang, és a kettő közötti együtthatás, a kettőnek az egysége, vagy tehát az eredeti egysége, ami az abszolútum, arról beszélek, illetve a következménye neki, tehát megint csak az új abszolútum, ez a yen, ez a harmadik, vagy az első, mert nincsen olyan, hogy, tehát van az első, az abszolútum, amiről most beszéltem, és a feminin és a maszkulin is a kettő, értjük? Tehát kettő, második, értjük? Második a yang principium, és az Isten is második, és a feminin principium, ez a második állapota létnek, és ők ketten vannak, ugye? Vagyis az abszolútumnak a manifestációja már kettős, és a harmadik, a neki az újra egységesülése, ugye? Ez nagyon-nagyon magas szinten. Na most, de van tovább aztán, mert ez megint a hármas szétbomlik, és akkor lesz belőle négy. Ugye, tehát a yin principium is kettőben jelenik meg megint, a földben és a szerete, bocsánat, a föld és a víz, ugye, a föld és a víz, tehát a női principium és a yang principium az megjelenik, a világosság megjelenik, tehát a fény megjelenik, tehát levegő és tűz formájába tűz. Ez a négy ősi alkimiai elem, vagyis a négy arkangyal, amiről aztán a zsidó misztika beszél, belőle átvette a kereszténység is, meg a, mit tudom én, az arabok is valamennyit. Valamilyen más formában, de átvették. Na most, a lényeg az az, hogy ez mind szép és jó, de honnan a rengeteg szenvedés, honnan és miért a rengeteg fájdalom, amivel él az ember, az emberiség? Miért kellett? Miért kellett ennek az abszolút ősboldogságnak, ami az abszolút lét, tehát a yin és a yang előtti boldogság állapotnak, miért kellett, az Isten is boldog, tehát a yin is olyan, azzal még nincs semmi baj, mindjárt meglátjuk, hogy miért és hogyan, tehát ő még őrzi valamennyire az abszolútumot, illetve van az egyetemes törvények között az ötödik, a polaritás és a fokozás törvénye, amely vigyáz arra, hogy az Isten is boldog legyen, úgymond, még ő is úgymond tökéletesen működjön, de menjünk vissza egy kicsit, hogy miért kellett tehát egy ilyen, végül is az Istennek egy ilyen szenvedéssel teli fájdalomképességgel és fájdalmakkal és fájdalmas helyzetekkel, állapotokkal, sérült állapotokkal létrehozni egy ilyen lényt, mint az ember, aki ennyi szenvedést és fájdalmat kell elviselnie neki. Na, tehát honnan van ez? Ez érdekel, tehát az asztrológusnak az a dolga, hogy tudja meg a dolgok eredetét, az is kellene, hogy legyen, hogy a dolga, ugye? És asztrológiai iskolát el se lehetne képzelni, és nem szabadna indítani asztrológiai tanfolyamokat, de bár ezt csinálják, metafizika nélkül, metafizika ismeretek nélkül. Na most, tehát honnan és miért a szenvedés? Mindjárt meglátjuk, de azelőtt meg kell tudjuk, hogy miért jelenik meg, miért, mi ez a kényszer, honnan van ez a kényszer az abszolút ősboldogságban, hogy ne maradjon meg ott a maga boldogságában, hanem
manifestálódjon, ahogy szokták mondani, megnyilvánuljon, kijöjjön belőle, és megjelenjen yin és yang, tehát maszkulin és feminin, férfias és nőies állapotokban, lételindulásokban, principiumokban. A kérdésre a válasz az nagyon egyszerű, nekem most már is, még sok embernek, aki vette a fáradtságot és a Hanvas Béla műveit elolvasta, meg Rudolf Steiner műveit elolvasta, és még a többieket, Guénont még, meg a többieket, ugye, Evolát és így tovább, meg valamennyire elmerült a távol-keleti metafizikába, nem a vallásba. Mert Isten őriz, hogy mi van a nemrég volt egy horoszkóp rendelésem, hogy ahol a szülők, nem is tudom, aurvédikusok, vagy mik voltak, vagy micsodák, és a kislány az szinte belehalt az anorexiába. Tehát akkor az a vallás az leszűkít mindig, de nem elég ahhoz, hogy az ember teljességet is tudja, hogy ilyen nehéz esetekben ott imádkozás és ilyesmi nem segít, hogyha az anyától olyan sugárzásokat kap a gyermek, hogy, illetve olyan energiaáramokat, hogy szokták mondani, hogy abba akár bele is halhat ebben az esetben az anorexiát. Ugye az anorexiának szükséges, vagy azt megelőző negatív spirituális információt, ahogy mondják a misztikus sok negatív energiákat. Na, de tehát nem jobb egyik vallás sem a másiknál. A vallások mind elromtott metafizikák, sőt elromtott asztrológiák. Illetve személyre alkalmazott, ilyen szimpadiason, ilyen meghatóan, ilyen népiesen előadott, úgymond mesék, mitológiák tulajdonképpen, amik esetleg arra lenne, hogy közvetítsék ezeket a magasrendű metafizikákat és asztrológiákat a ilyen történések formájába, ilyen isteni történések formájába, istenek közötti történések formájába, mint a görög mitológia. Hogy ilyen istens, olyan istens, olyan istenség, stb. És ezek ezt is ezt csinálják egymás között, és így avatkoznak be az emberek életébe. Na, most már ebben nem menjünk be, mert ez most már komolyabb metafizikai előadásnak készül legalábbis. Tehát ott van, mi a válasz tehát az, hogy ott van benne egy motorprogram, ott van benne egy olyas valami, egy olyan szükségszerűség, egy olyan belső kényszerűségnek mondhatnánk mit földi életből, hogy mindig múlja felül önmagát, hogy mindig több legyen önmagánál, hogy mindig jobb legyen önmagánál, mindig legyen, tehát hozzon létre új és új abszolút állapotokat, amelyek még boldogabb állapotok, mint az eredeti boldog állapot, amiben nem eredeti, nem az állandó boldog állapot, mint amiben van folyamatosan és állandóan. Értjük? Ez első Lilithnek nevezik, ilyen misztifikus nevet adtak a metafizikában, én nem tudom, hogy miért, hát gondolom, mert hát a metafizikáról végül is az első népiesebb, úgymond, híradás az a mitológiákban történt meg. És akkor innen vették ezt a jelenséget, hogy az első Lilith, de ez nem lény. A második sem lény. Tehát nem kígyó a Bibliából, mert a kettő ugyanaz, a Lilith vagy a kígyó. Tehát ez jelenség, tehát az első jelenség, ez mondom, ez a sóvárgás. Ez az abszolút ősóvárgás mindig valami másra, ami nem teszi őt boldogtalanná, nem negatív erő. Értjük, azt akarom ezzel mondani. Nem negatív erő, de egy erő, ami aztán majd valamikor még bizonyos más formáiban, persze szenvedést is okoz meg. Negatív, meg megnyilvánulási formákat is okoz majd a teremtett világban. Értjük? Tehát mindenki tud arról, hogy hogyan romolnak el eszményinek induló és látszó jó házasságok, mert valamelyik a kettő közül valami, bennük erősebb az első Lilithnek a hatása valamiért,
és mást akar. Tehát hiába van ott a szép felesége, vagy az ügyes és értelmes, és mit a ragyogó férje. Na most ez egy kicsit itt szélsőségesen játszadozok, persze. Tudjuk, hogy ilyen nincsen, vagy ha van, az látszat. Na, de, és mégis mást akar. Neki nem elég az a szép nő, az a kedves, jó, házias, odaadó, gyermekszerető, mit tudom én, kedves, jóság. Nem elég neki, neki más kell. És akkor elmes megcsalja. Na, ismerjük ezeket. Nem akarok belemenni ebben most részletesen, mert akkor csak itt maradunk, beleragadunk. Tehát ott van a másságra való sóvárgás, aminek aztán ezek is a következményei, ez a másság, és amit a liberálisok végül is azt mondják, hogy hát ez semmi probléma ezzel, mert sok színűeknek kell legyünk, és minél több színűeknek, és minél homokosabbnak, és minél leszbikusabbnak, és minél pedofilobbaknak. Végső soron másságra való sóvárgásukba, hogy azt ki kell elégíteni a pszichológia szerint, mert az, hogyha elfújtod, nagy bajt csinál, és így tovább. Na, tehát ott van ez a másságra való sóvárgás, amely kimozdítja önmagából, nem az, amiről beszéltem, nem ezek a csúnya földi formák, emberi elítélendő csúnya formák, hanem még a nagyon-nagyon finom, nagyon alig észrevehető, alig érzékelhető finom másságra való többség, többre, jobbra, magasabbra, magasztosabbra, magasabb rendőre való sóvárgás. Értjük? Na most, ez a sóvárgás, tehát nincs mit csinálni vele, ezt be kell ismerni az abszolútumnak, és állandóan és folyamatosan ezt csinálja. El is beismeri, és önmagát így még jobban megismeri, de ez nem elég. Tehát úgy tudja ezt megoldani, hogy teremtővé válik, tehát kimozdul, tehát a megnyilvánultból ki, folyamatosan nem kirobbantja, nem a nagy bum, nem a nagy robbanás, nem a nagy recs, hanem a nagy finom állandó, nagyon-nagyon-nagyon finom, nagyon csendes és alig észrevehető és alig érzékelhető kiáradás, kiáramlás, értjük? Nincs nagy bum. Ez a szintén a karmájuk által azért manipulált és hajtott, és hogy mondjam, rendezett és szervezett és irányított tudósaknak az ötletes, az elgondolása. De nincs ilyen. Mindig történik a teremtés, állandóan, folyamatosan is, és majd, hogy nem egyenletesen, ugye az ősidők óta, és ez soha meg nem fog állni, és nincs olyan, hogy ha volt nagy boom és nagy kiáradás, akkor lesz nagy összezsugorodás, nem lesz, kérem szépen. Na, majd elmondom azt is, hogy miért most nem akarok elakadni a magyarázatban. Tehát megvan ez, hogy valamit kell tenni, ugye, mert tényleg, mert jobbá kell válni, meg mássá kell válni, meg szeretetteljesebbé, vagy bocsánat, itt jön, itt nyilvánul meg, itt jelenik meg, tehát a szeretet. A yin principium az abszolútumból, az isteni yin principium, illetve a yang, a nemzés, önnemzés, itt van az önnemzés, az abszolútumnak az önnemzése, hogy ugye a férfi, a világosság, a férfi, későbbi férfi principium, tehát a világosság, a törvényesség, tehát amit csinál, azt úgy kell csinálni, hogy nehogy veszélyeztesse saját magát. Ugye? Egyértelmű, hogy törvényesen kell, tehát szabályosan, tehát már tudja, hogy ezt hogy kell csinálni ahhoz, hogy ne legyen baj belőle, és mindig tudja, és állandóan, és örökkévalóan. És ez a törvényesség, úgy hiába lázadunk ellene, mert törvényesség nélkül nincs Isten, nincs manifestáció, értjük? Na, akkor tehát ez a két ősprincípium megjelenik, és még ezzel sincs baj. Hanem mivel baj van, honnan származik megint a szenvedésünk és a fájdalom? Miért van a fájdalom? Tehát ezek az ősideák nem mindig jelennek meg, amiből, jaj, még nem beszéltem hogy arról, hogy történik ez a manifestáció. Tehát, hogy lesz az abszolútumból állandóan és folyamatosan Isten.
Tehát úgy lesz az abszolút létből állandóan és folyamatosan Isten, hogy mindig és állandóan és folyamatosan kiáramlanak belőle az ősideák, mondhatni úgy, hogy őskvantumok, de ezeknek sem az energiához, sem az anyaghoz még semmi köze nincsen. Tehát ezek a spirituális, tehát mágikus teremtő erővel bíró, teremtő erővel, tehát képzeleti sűrítmények, vagy hogy mondjam, még képzelet előtti ideasűrítmények, értjük? Tehát ezek mind megjelennek az abszolút létben folyamatosan, és ezek, illetve a létből kiserkennek a meg nem nyilvánult, az abszolút meg nem nyilvánult állapotból, a megnyilvánult isteni létbe, az isteni állapotba. És ezek elsődlegesen vagy yin, vagy yang formát, vagy yang eszenciát jobban mondva képviselnek, úgy jelennek meg. Olyan lesz a lét sajátosságuk, vagy is ennél még finomabb dolgok is történnek, tehát nem csak yin és yang, mert képzeljük el, hogy a konstellációk által megtestesített szellemiségnek megfelelő információkkal, színezetekkel is bírnak, különböző mennyiségben és formában, tehát van, akiben ez erősebb, akiben a Jupiter, van, akiben a másik, van, akiben a harmadik erősebb, illetve a konstellációknak megfelelő, tehát halak, mit tudom én, kos, skorpió, oroszlán, és így tovább vizöntő. Géniuszoknak, szellemi árnyalatoknak, színezeteknek megfelelő információt tartalmaznak, értjük? És ezek kiáramlanak, kiáradnak, és ebből lesz, és van, és állandóan újjá alakul, újjá és újjá, nem hogy alakul, hanem új információval, új energiákkal töltődik fel az Úristen maga is, tehát az abszolút létből, értjük? Na most, ha ez megvan, akkor még csak egy dolgot kell megértenünk, hogy ezek az ősideák, amire alapszik minden, amiből maga az Úristen is van és felépül, értjük, amiből mi is és mindenki, az egész teremtett világ, ezek az őselemek közül egy-néhány megsérülten jelenik meg már az isteni világban. Mit tudom én, túl nagy töltekezése van az első Lilithből. Tehát az első Lilith a másságra való sóvárgás túl erősen jelentkezik meg nála ebben az ős ideában. Tehát nem úgymond arányosan, hanem erősebben, mint az átlag, vagy mint ahogy kellene. Na és akkor az, amit ő megtestesít, amilyen színezete van neki, éppen az zavarodik meg, az sérül meg, abból lesz több, abból lesz kevesebb, abból lesz más valami, és így tovább. És akkor ezek bekerülnek nyilvánvaló, tehát ahogy a megnyilvánulási forma, az első megnyilvánulási állapot az Isten, az Istenbe kerülnek be ezek a sérült, hibás ősideák, és ő viszont nem veszélyes, az nem lehet, hogy azok ott maradjanak benne, mert zavarnák a teremtést, nem? Akkor mi van? Az van, hogy létezik ezekkel az ősideákkal együtt, nem csak a konstellációk szerinti színezetek jelennek meg, nem csak a yin-yang bélyeg és így tovább, illetve yin-yang ősprincipiumok szerinti jelleg, hanem még az egyetemes törvények is kiáramlanak, emanáció, annyit van, misztikában állandóan emanációkról beszélnek. Tehát a kisugárzásban itt van 10 egyetemes törvény szerinti ősidea jelenik meg megint a megnyilvánult létben, ezekről majd később beszélünk, vagy máskor, vagy erről beszéltem tulajdonképpen a korábbi, előbbi videókban, és tehát ez a ősidea rendszer, ez szép és mind szép és jó, mert ez állandóan áramlik, és építés, bővítés tágítja a létet, és összetettébbé teszi, és így tovább, de egy-néhány közülük megsérül, és ezt a polaritás törvénye, tehát az 5. törvény a 10 egyetemes törvény közül, ami szintén ki sugárzódik az abszolútumból,
ez arra van specializálódva, tehát az ilyen a jellege neki, ilyen a habitusa, vagy hogy mondjam, ilyen a szokása, ilyen a, erre van, ezért az abszolútumból már így lett előkészítve, hogy a meghibásodott ősideákat, értjük, kiszimatolja, megérzi, érzékeli, és megragadja, és saját ellentétükké változtatja, és felforrósítja, úgymond, tehát dinamikusabbá és intenzívebbé teszi, és ezáltal, mivel hogy hibásak, amiket ő elkap, csak is azokat persze, nem létezik, hogy épegés ősideát is, hogy mondjam, megfordítson, tehát, hanem csak hibás ősideát, és miért? Azért, mert ezáltal nem maradhatnak meg az Istenben. Tehát vibráció csökkenés éri őket, és lekerülnek az alacsonyabb dimenziókba, alacsonyabb megnyilvánulási formákba, az ideavilágba, a mentális világba, mentális dimenzióba, asztrál világba, és az energiaéteri világba. Értjük? Na igen ám, csak hogy ezekről ő nem tud lemondani, mármint az Isten, mert szüksége van, mert ezek teremtésre vonatkozó, jövőre úgymond vonatkozó információkat tartalmaznak, és kell neki valami, illetve most jövünk mi a képbe, valaki, valakik kellenek, ugye, akik arra lesznek kényszerítve, hogy ezeket akarva akaratlanul de kijavítsák. És tudjátok, mi az erő, aminek a nyomására kijavítsák, vagy kijavítsuk. Valamennyit kijavítunk, vagy ki kell javítsunk. Mert vannak teljesen, hogy mondjam, elvetemült és megzavarodott emberek, akik nem javítanak semmit. Azok vagy elkapja egy baleset és meghalnak, vagy egy rákos és más halálos betegség, illetve börtön elkapják a többiek, és börtönre ítélik, és berakják a börtönbe. Életfogytiglandra. És így tovább, vagy nagyon sok időre. Tehát a lényeg az az, hogy ez az Ádám Kádmon szellemiség, ez az Ádám Kádmon idea, ez az Istennek a visszaszerzésre, a helyreállításra, jól jegyezzük meg, vonatkozó első ideája. Ez maga a második Lilit. Tehát a Lilit az, aki, az a jelenség, amit a polaritás törvénye úgy hoz létre, hogy átalakítja ezeket a sérült ősideákat saját ellentétükké, és mit csinál belőlük, tehát ilyen kifordított, úgymond ősideákat, ilyen visszájukra állított ősideákat, amelyek már nem maradhatnak meg az Istenbe, és így őrzi meg, illetve így van objektív módon megőrizve az isteni lét zavarhatatlansága, tehát az isteni lét már nem olyan tökéletes, mint az abszolútum, de pont annyira zavartalan és zavarhatatlan. És ez a Lilit, illetve ez a karmagyártó a második Lilit, tehát a karma létrehozásán keresztül szabadul meg az Isten, illetve velünk, mi vagyunk azok, tehát létrehozza saját magából ez az isteni öntudat, egyetemes léttudat, létrehozza az emberi aurákat, akik aztán földi testet öltve, emberi testet öltve úgymond, tehát inkarnálódva, és fájdalom képessége jól ellátva, értjük, tehát kénytelen a fájdalom hatására bizonyos dolgokat, amelyek az ő részecske, hogy mondjam, az ő olyan részei sugallatára tenne meg, amelyek zavarosak, tehát ahova több hibás ősidea került belé, mindjárt elmondom, hogy hogyan, ugye? És akkor ezeket kénytelenül a fájdalom hatására, ezeket az ötleteit, meglátásait, elképzeléseit, stb., abba hagyni, mert a fájdalom nem hagyja, lezsibbaszt. Biztos mindannyian keresztül mentünk, mentetek már ti is, olyan fájdalmas helyzeteken és állapotokon, hogy egyszerűen lezsibbasztott a fájdalom, és nem tudtátok tovább csinálni azt, amit addig csináltátok. A legjobb példa erre a gutta ütötte ki, nem kell mindjárt a halálba jutottakhoz
kerülni, hanem ott vannak a guttaütöttek. Nekem van egy nagyon jó barátom, aki ezen keresztül ment, ugye, hogy egy bizonyos egyoldalú elméletrendszerben nagyon beleásta magát, és abból látott valami szörnyű dolgokat, amelyek az emberiségre várnak, hanem hagyja abba például ezt a kapitalista termelést, amiből aztán környezetszennyezés jön létre, és ebbe úgy beleállta magát, ölte magát, még akkor metafizikát nem tudott annyira. Később aztán sokat beszélgettem vele, és akkor megértette, hogy tehát nem szabad még akkor is, hogyha használni akarsz, úgymond, vagy ki akarod védeni azt a rosszat, amit látod, nem kell ellenségesen, tehát azzal szemben, aki ezt gyártja, és aki ezt létrehozza, úgymond felturbóz magad, mert akkor megidézed a negatív szellemet, és ennek a barátomnak a bal agyféltőktekéje ki volt lőve, hogy ne tudjon ezt a magasrendű elméletrendszert, amit a meglátásait, a tudományos meglátásait, ugye, amikkel bírt, hogy azt hagyja abba, és ne sófolja és turbózza magát, mert azzal sem használ. Sőt, azzal még ártott. És akkor le volt állítva. De hát ez, hát az is nagy fájdalommal jár, de van, amikor a fogorvoshoz kell menned, annyira fáj valamit, vagy más betegség folytán. Tehát azt, amit nem tudtál csinálni, azért mondtam, hogy a legjobb példa a guttaütöttek, mert azok tényleg akkor attól kezdve többet nem csinálhatják azt, mert le vannak bénulva. Értjük, kerekesszékben van, és az agyuknak az a része, vagy az egész agyfélteke nem működik, és akkor már azt nem tudja. Van, akinek a jobb agyféltekéje zsibbad le és bénul le, és ott pattan meg az ér, és ott... Most nehogy azt higgye valaki, hogy én most úgy beszélek ezekről a dolgokról, mintha én kivételes ember lennék, és nem félek tőle, mert én nagyon remélem, hogy úgy, ahogy élek és gondolkozok, ezek nem következnek be, de itt olyan finom dolgok vannak, hogy az ember nem tudhatja. Értjük? Tehát itt szó nincsen ítéletről, ítélkezésről, Isten őriz, mert bármikor engem is elkaphat akármi. Én nem vagyok 100%-osan abban biztos, hogy mindent jól csinálok, de igyekszem és törekszem. És ezt el is mondom az imáimban, hogy biztos, hogy hibázok és rosszul csinálok, de hogyha lehet, kapjak felmentést és bocsánatot, mert nem tudok mindent belátni, és nem tudok mindent egybe fogni, értjük? Tehát ide kell az úgynevezett keresztényi alázat. Na, tehát akkor... Kezdjük megérteni. Most azt nézzük meg, hogy jut tehát ezek az ősidea rendszereket is úgymond magába, tehát a karmát magába foglaló aurák úgymond hogy készülnek. Tehát mondjuk ezzel egy ilyen kis vicces kifejezéssel. Tehát létezik, tehát annak függvényében, hogy a polaritás törvénye, vagyis a második lilit jelenség hány ilyen hibás ős elemet, ős ideát lő ki úgymond az Istenből, és kényszerít arra, hogy alacsonyabb dimenzióba kerüljenek. Apropó, ez a kiüzetés motivuma a Bibliából, ugye az őspárt, akit lilit hatására rosszat cselekszenek, és a mit tudom én, milyen kerub, lángpalosú kerub, kihajt a mennyek országába, ez egy ilyen történés, ez egy ilyen allegória, egy ilyen filegória. Igazából erről a jelenségről van szó, hogy vibráció csökken és éri ezeket a hibás ősideákat, és kihullanak az isteni dimenzióból, alacsonyabb dimenzióba, és akkor az Istenbe alakulnak, mondom, ezek az emberi aurák, ezek az Ádám Kádmoni sorozatok, és annak függvényében, hogy milyen hiány információ képezi a magját egy-egy ilyen aurának, értjük? Hiány információ. Az informatikusok tudják, hogy miről van szó. Tehát van egy űr keletkezés. Keletkezik egy űr valahol, ahonnan valami ki lett lőve, ahol ki lett szakítva, ugye? És az Istenbe is, úgymond, keletkeznek ilyen űrök, és akkor ezeket használja fel, úgymond, sűrítménynek.
tehát emberi magnak, aura magnak, és köréje az isteni struktúrával ezt körülveszi, és akkor ezek lenyúlnak, a, úgymond lenyúlnak én is, tehát benyúlnak a, az alacsonyabb dimenziókba, elegészen a földi életig, és itt keresnek maguknak egy ilyen zigótát. Mi a zigóta? A zigóta tehát egy ilyen női petesejt, amiben nem került még bele a férfival sejt, illetve belekerült, de még nem indult el a sejtosztódás, a sejtszaporodás. És mire indul el? Mitől indul el a sejt? Tehát ott vannak a lombik bébi programokban, ahol a doktorúrak meg biológusok, most már ők kitalálták, már nem is ők csinálják, hanem mit tudom én, asszisztensek vagy növérkék, és ott a női petesejtbe, amelyet otthon a feleségnek kiveszik a női petesejtet, csak akkor a férfitől sperma mintát, vagy hogy mondják, vesznek, és akkor a kicsi spermát, nem tudom milyen, én most viccesen fogom elmondani, kicsi ügyes spermát fogják, és bele, persze ez nagyon finom, tehát itt tudom én milyen alig látható mikroszkopok, nem tudom milyen technológiával történik, hogy is mondják, hogy sebbé, hogy genetikai mérnökség, vagy valami ilyesmi, nem tudom. És akkor most a viccesen fogalmazom, hogy belekalapálják a női, be a női petesejtbe, a százszor nagyobb női petesejtbe, ezt jegyezzük meg, belekalapálják, vagy beviszik valahogy a férfi kicsi ivarsejtecskét is, beheggesztik oda ügyesen, és akkor kirakják őket ilyen tégelyekbe, és nagyon érdekes, hogy nem tudják, hogy mitől ez, csak addig kísérleteztek vele, amíg sikerült, és aztán most már gyártási technológiát csináltak belőle. Tehát kirakják, és azok mit tudom én hány napon belül el kell, hogy induljon belőlük valamennyiben, egészen pontosan a 30%-ukban a sejtosztódás és a sejtszaporodás, és akkor ezeket fogják, ez már embrió, addig csak zigóta volt, ugye nem is női sejt, de nem is embrió, az embriócskát berakják az anyuka méhébe, és ott általában megszokott. Nem általában, mert ott is csak 10%-os, bocsánat, a megfogalmazás, tehát értjük, egyszer egy ilyen 70%-os veszteséggel lesz valami belőle, abból a 60%-os, tehát a megmaradt 30% berakják, beültetik. Megint csak abból, megint csak 10% fogam meg, elég kicsi az arányszám, ugye? És még ott sem biztos persze, mint ahogy az egészségesen, természetesen fogad magzatoknál sem. Ott megint, na most ezt nem tudják, és ezzel nem számolnak a tudósok, hogy ez szellemi erőn és kiegyenlítődésen és egészségessé vált magatartáson múlik az, hogy ez megmarad-e. Én sokat gondolkoztam asztrológusként, és követtem is egy néhány esetet, hogy van, és mitől fogannak meg egyáltalán, hogyha azelőtt minden fogantak meg. Természetes szeretkezés útján nem lett ugye megfoganás, hát az a büszkenők általában, tehát rátartiak, tehát kevélyek, tehát tűzkarmával rendelkeznek, az esetem többnyire, szinte azt mondtam, az esetek 98%-ában valamilyen vagy kos, vagy oroszlán, vagy nyilas, vagy vízöntő, vagy ikrek, vagy mérlekkarma, és még ráadásul rátarti a bakk is, aki viszont föld jellegű, mégis a bakkarmás emberek talán még ezeknél is rátarti a bakk. Na, hogyha ilyen vegyület van az aurájában valakinek, akkor nem tud megfogadni. És akkor például nekem nagyon könnyű így eredményeket elérni, hogy megnézem a horoszkópját, és megmondom, hogy ilyen és ilyen jellegű karmája van, és akkor ezt, ahogy más esetekben is, hogy ezt így kell feloldani. És feloldják a karmájukat, és megfogadnak. Na, de ez nem a reklám helye, tehát ez nevetséges, mindig eszembe jut, hogy volt egy előadásom valamikor Borszéken, és az akkori magyar nagykövetség adminisztrátora is részt vett rajta, szintén így kiszóltam valamit az előadásból, akkor megkérdezte nagy okosan és intellektuálisan, hogy ez a reklám helye.
Na, utána fel is borultak az autóval érdekes módon. Tehát ő eljött egy spirituális előadásra, metafizika előadásra, és ott föltétlenül, na ezekről beszélek, mert ez férfiba is van, mert persze, hogy nem csak nőbe, rátart és büszke és kevés és hiú és mit tudom én mi. Így mondják a pszichológusok manapság, hogy narcisz. Ő meg kellett ott mutassa, hogy azért ő azért nem... Tehát nem lehet csak úgy átverni itt a kis asztrológusok által. Mindegy. A lényeg az az, hogy menjünk tovább. Tehát ezek az zigóták, mikor embrióvá válnak, attól kezdve megnyílik az aura. Tehát az aura, ami őket addig körbevette, és keresztül kasul áthatotta, és energetikailag feltöltötte, és akkor indul el, tehát akkor fogannak meg a lombik bébi csészékbe is, hogy úgy mondjam, tégelyekben is, tehát akkor indul el a sejtosztódás, és akkor, amikor ez összeragadt aura, mert az aura kell, tehát elsősorban az aura csinálja, csak ez nem látszik, mert nem materiális, ugye? Ha összeragadtak, hogy mondom, egyé váltak, és kezdtek sejtszaporodni, akkor nyílik meg az aura a finomabb dimenziók fel, és akkor ott áramlanak be 9 hónapon keresztül telünk és töltekezünk karmával, tessék elképzelni. És akkor ez a csomagocska, amivel jövünk, és így valósul meg az Úristennek, úgymond ez a rekuperációs, visszaszerzési, helyreállítási, kijavítási programja, ugye, hogy jön egy-egy emberke, aki rá lesz kényszerítve bizonyos sorskörülmények által, majd bizonyos betegségek által, majd bizonyos sikertelenségek által, stb. És ezekkel járó fájdalmak által, ha nem ébred fel, hogy valamennyit mégiscsak kiegyenítsen, valamit kijavítson a saját negatív tulajdonságaiból, és akkor így minél többet javít ki a saját negatív veleszületett karmikus tulajdonságaiból, annál inkább elérkezik valamelyest egészségesen az időskorba, akár csak Kozma Szilárd is. Ja, de, hogy mi szenvedésen keresztül nem ment te, Úristen. Tehát, és mindenfajta, nem csak testi, hanem lelki és szellemi is, ezekről majd később, de ez a lényeg, hogy tehát így érje el az Úristen, hogy neki, és ezért vagyunk mi neki a katonái, a főleg hibajavítói, úgy kell elképzelje mindenki magát, mindegy, nem mindegy üzemet, mert nem mi vagyunk a gyártók, hanem az Úristen, hanem egy hibajavító művek, mint az autószerelői, autóhibajavítói műveket, úgy kell magunkat elképzeljük, és minél több ilyen kis belső hibát kijavítunk magunkból, annál inkább hozzájárulunk az egyetemes kiegyenlítődéshez, vagyis mihez? Ahhoz, hogy mert a cél az az, nem csak a teremtés, mert ez itt minden misztikus sötétben van ilyen szempontból. Azt látta, hogy miért teremtett az Úristen, hogy egyesek szerint, hogy játszodjon, mások szerint, hogy szórakozzon, mások szerint, hogy ismerje meg magát, mások szerint, hogy mit tudom én, mit csináljon. Nem kérem, a teremtés a megváltásért van, vagyis azért, amit legelején mondtam, hogy ezt a magasabb rendű állapotot elérje, amit az első Lilith kényszerít ki belőle, értjük? Tehát az a megváltás, és ezért szeretnék én most a megváltás törvényéről beszélni, de még ehhez legalább még ennyit kell beszéljek, mint eddig beszéltem, úgyhogy most itt befejezem, és aztán fogom folytatni. Sziasztok!